Sörös Andort júliusban a tisztújító közgyűlés keretében választották meg a Vajdasági Magyar Szövetség ifjúsági fórumának új elnökévé. A Vajdasági és a Magyarországi felek egyetértettek abban, hogy az elmúlt időszakban is kiváló volt az együttműködés, amit a jövőben is szeretnének folytatni. Nagyon sokszor jött már a Fidelices is hozzánk, külön rendezvényekre mi is hozzájuk. Emellett kampányban is kisegítettünk mindig, ahogyan tudtunk és ahogy lehetett, és szerintem mindez, ami volt eddig, ezt valójában csak fokozni fogjuk ezzel a munka megbeszéléssel, és szerintem kiváló eredményei lesznek ennek a partnerségnek a jövőben is. A VMS ifjúsági fórumának egyik legfontosabb partnere a Fidesz ifjúsági szervezete, a Fidelitas. A közös rendezvényeken kívül például képzéseket is szoktak szervezni, amely a következő időszakban is folytatódna, mondta Farkas Dániel a Fidelitas elnöke. A VMS-nek az ifjúsági szervezete, mi pedig a Fidesz ifjúsági szervezeteként a utánpótlás neveléssel is foglalkozunk és én azt gondolom, hogy nekünk nem csak ma, hanem az elkövetkezendő évtizedekben is lesznek közös feladataink, akár a településeink, akár a, a általunk képviselt országok vagy országrészek vezetésében, és itt a délvidéken pedig szerintem számos olyan projekt indult el, itt kiemelném a Budapest-Belgrád között megvalósuló vasútfejlesztést, amely ezt a kapcsolatot erősíteni fogja, következő években. 2024-ben európai parlamenti választások lesznek, Szerbiában pedig önkormányzati és tartományi voksolás is lesz. Ennek értelmében a két ifjúsági szervezet a közeljövőben bekapcsolódik majd egymás kampány rendezvényeibe is, hangzott el az eseményen.